Üdvözlöm a Törzsasztal kedves nézőit, Szabóné Papemőke vagyok, és itt vagyunk a Fit Anyuka menü és süti bárban. Most egy nagyon könnyű és egyszerű gyors desszertet fogunk elkészíteni, amely amellett, hogy vegán, még gluténmentes is. Az a legjellemzőbb tulajdonsága, hogy nem szükséges sütnünk, csupán nyers összetevőkből készül, és mégis nagyon finom és nagyszerű. A következők a hozzávalói. Amarant narancsos golyókat fogunk készíteni, és így természetesen az amarant az egyik fő összetevője. Fogunk tenni bele narancslevet, mandulalisztet, kókuszzsírt, rizsszirupot vagy agávészirupot édesítésnek, és mivel narancsos sütemény, vagyis hát desszert, a jellegzetes ízt a narancshéj fogja megadni neki. Mint említettem, a desszert fő összetevője az amarant, amely pattogatott formában kerül bele a desszertünkbe. Egy nagyon magas ásványi anyag tartalmú gabonaféle, amelyiknek a kálcium, magnézium, nátrium tartalma nagyon magas, alacsony a szénhidrát tartalma, magas keményítő tartalma van, és egy gluténmentes gabona. Tehát először az amaranttal kezdjük, utána beleöntjük a kipréselt friss narancslevet, belekerül a zsírtalanított mandulaliszt, vagy őrölt mandula, a kókuszsír, amely fontos, hogy ne legyen nagyon kemény, tehát egy szobahőmérsékletű. Igen. Édesítésnek a rizsszirup. A rizsszirupnak alacsony a glikémiás indexe, a szervezetünk nagyon könnyen tudja kezelni, nagyon könnyen tudja hasznosítani, nem emelkedik meg tőle hirtelen a vércukorszintünk, és mint már említettem, a narancshéj, ami adja a jellegzetes narancsos ízét ennek a desszertnek. És nagyon egyszerű, összekeverjük az összetevőket. Fontos, hogy alaposan eldolgozzuk, nem szükséges hozzá semmilyen robotgép, igazából ezt kézzel, vagyis egy keverővel, vagy villával el tudjuk keverni. És miután alaposan eldolgoztuk a masszát, utána tiszta kézzel, picit be is nedvesíthetjük a kezünket, kis golyókat formázunk. Igazából a desszertünket a kókuszzsír, tehát a zsíradék fogja összetartani. Kis golyókat formázunk, amelyeket majd meghempergetünk a pattogatott amarantban, beleforgatjuk, és tetszőlegesen fogjuk tálalni. Ideális ez a desszert gyerekeknek 10 óraira, uzsonára, vagy akár saját magunk részére sportolás után. Mint említettem, az amarant fehérje tartalma rendkívül magas, szénhidrát tartalma alacsony, tehát akár desszertként, vagy úgymond energiagolyóként is fogyaszthatjuk. Elkészültek a narancsos amarantgolyók, amelyeket gyümölcsökkel tálaltam. Célszerű fogyasztás előtt hűtőbe tenni egy 10-15 percre, egyébként 3-4 napig is fogyaszthatóak. Köszönöm figyelmüket, jó étvágyat kívánok!